Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó ismételten Percy Jackson lesz. Ugyanis összefutott pár hír a Percy Jackson második évadának kapcsán, ami pár hónapja húzok, hogy csináljak róla videót. Na, valljuk be, kettő hónapja körülbelül, csak így... így alakult. Szóval... vannak színész bejelentések, illetve volt egy trailerünk, vagy teaser trailerünk. Úgyhogy nézzük is, mik ezek az új Percy Jackson hírek. Az egyik és legfontosabb nyilvánvalóan az, hogy már forgatják a második évadot, úgyhogy hát nekem az lenne a tippem, hogy a múltkoriból kiindulva hát valamikor jövőre fogjuk megkapni a második évadot. A sorozatból színész bejelentések közül bejelentették, hogy ki fogja játszani Tysont, ez Daniel Deemer lesz. Szerintem én speciál nem láttam semmiben, de egyébként van róluk ilyen nagyon cuki kép Walker Scobell-el Instagramon, hogy ülnek egymás mellett a seten szerintem. És még hasonlítanak is, úgyhogy simán el fognak menni tesóknak, bár ugye Tyson meg Percy alapvetően nem hasonlít, de hogy amúgy nagyon, nagyon passzolnak egymáshoz. Hát ami ilyen kisebb színész bejelentés volt, az a szürke nővérek, azt hiszem így volt magyarul, ugye akik vezetik a taxit, nem tudom, hogy valószínűleg ilyen kb. Egy epizódban fognak megjelenni, szóval annyira nem nagy színész bejelentés ez szerintem ilyen szempontból, de a szürke nővéreket, azokat Kristen Schaal, Margaret Cho és Sandra Bernhard fogják játszani. Illetve bejelentették Táliát is egyébként, ő a legfrissebb színész bejelentésünk, ő pedig Tamara Smart lesz. Úgyhogy ezekkel a színészekkel bővült a Percy Jackson cast. Bocsánat, egyébként még egy színészt kihagytam, mert Tantaluszt is, Tantalos szerintem, Tantalos volt magyarul, de neki a nevében sose voltam biztos, ő Timothy Simons lesz. Nekem szintén így névről nem ismerős. Na és ugye ő lesz a másik tanár, ugye Dionysos mellett, és rendeznek egy ilyen kocsi versenyt. És arról a kocsiról mutattak egy ilyen close-upot, illetve Percyről egy ilyen headshotot még, hogy ül abban a kocsiban, kicsit koszosan, kicsit ilyen elege van az istenekből fejjel. És ennyi volt a teaser, szóval igazából rövidebb is volt, mint amikor az első teasert kaptuk még annó a Percy Jackson sorozathoz, mert ott ugye Percynek az első monológia benne volt, meg ahogy sétál végig a táboron. De hogy ez egy ilyen első betekintés volt, hogy hogyan fog kinézni a második évad, és amúgy hihetetlen, hogy Walker Scobell mennyit nőtt az első évad óta. Már eleve az első évadban is így lehetett látni, hogy mik voltak azok a jelenetek, amiket korábban forgattak, és mik voltak azok, amiket később. Mert a serdülőkor az olyan durván beütött a gyereknél, mint még semmi, tehát hogy így a hangja is mélyebb lett, ahogy így a sorozatban felvételekben hallatszódik, hogy hol volt kicsit még mutálósabb a hangja, és így meg is nőtt közben, szóval nagyon durva, hogy mennyivel másabbul néz már most ki Walker Scobell, mint ahogyan a Percy Jackson első évadában. És nem akarok hazudni, de igen, egy egyperces teaser volt. Szóval alapvetően a teasernek az első fele az gyakorlatilag ilyen bevágások az első évadból, és utána jön egy ilyen 10 másodperc, amikor konkrétan második évados tartalmat mutatnak. Igen. Szóval gyakorlatilag a teaserben nem is kocsiról van close-up, hanem Percyről van close-up, ahogy elindul a verseny. Ami valószínűleg a második évadnak kb. Egy második epizódja, a harmadikja lesz körülbelül. Úgyhogy van mit várni, úgyhogy így szivárognak be a hírek, valószínűleg azért mostában jobban össze fogom várni, hogy tényleg ne ilyen egy-egy színész belejelentés legyen, bár most tehát kevesebb új szereplő lesz azért, mint hát volt eddig, úgyhogy de kíváncsian várom. Úgyhogy ezek a Percy Jackson fronton az újdonságok, hogyha valaki lemaradt volna róla. Úgyhogy ezek vannak, majd a trailert belinkelem alulra, hogyha valaki esetleg nem látta volna. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!